Hello, sziasztok! Elegem van már ebből a Gyurcsány Orbán hirdetésekből, politikai hirdetésekből, ezért aztán megnéztem a YouTube applikáció alatt, hogy lehet korlátozni, letiltani a hirdetéseket. Amit találtam, módszer az nem 100%, de a hirdető cégeket így korlátozni lehet, így nagy eséllyel a nem kívánatos hirdetéseket lehet törölni, vagy blokkolni. Akkor menj a kezdőlapra, ha nem vagy ott, és akkor menj a saját Google accountodra, beállítások, és akkor itt a előzmények adatvédelemre menjél, elég hosszú lesz. Itt a összes tevékenység kezelésére lépjél. Jó. Itt kicsit csúszál lejjebb. Menjél itt a... Szóval még egyszer erre a vonalakra kattints. Jó. Egyéb Google tevékenység. Yes. Itt a hirdetések kezelésére lépjél. Yes. Itt látszik, hogy be van kapcsolva. Hirdetések személyre szabása bekapcsolva. Oké. Okay. Ide guruljunk le teljesen az aljára. És itt az alján ott van, hogy online choices. Szóval még egyszer. Hirdetések személyre szabása, hirdetések be van kapcsolva. És akkor az online choices-ra kell kattintani. És akkor megint egy újabb oldalra nyit, ezt fogadjuk el. Jó. És akkor itt vannak a hirdetők. És akkor hát én már megnyomtam azt a gombot, hogy blokkoljam, de hát azóta... Aha. Mondjuk van olyan, amit még így azóta jött, ezt próbálom blokkolni, ha tudom. De különben itt a piros gomb, hogy összes szolgáltató kikapcsolásra. Ezt kell megnyomni. És akkor itt várni kell, hogy ezek, hogy lefusson, de valószínűleg először zöld lesz. És akkor meg kell várni, hogy ez összes hirdető, ez mind így átváltson pirosba. Vagy nem hirdető, hanem ezeket a reklámokat gyártják. Na mindegy, azt vettem észre, hogy ezután most már nem jelenik meg. Hát, nekem úgy néz ki, hogy bejött, próbáljátok ki, ha úgy gondoljátok. Na, cső, hello, sziasztok!